tök jó, és most meg felhozom a hangot, hogy halljanak, halljanak a nézők, ne csak lássanak minket. Hokedli Stúdió 41. adás, Glaszta Andrea testépítő. Sziasztok! Hello! Sziasztok, azt írtam ki, hogy testépítő. Aztán igen. utána a Facebookon odaírkáltam még minden mást, ami a rokon értelmű szava ennek a dolognak, és azt gondoltam, vagy mondtam, hogy majd te megmondod, hogy mi vagy. Én nem szeretem ezt a testépítőt. Tényleg? Nem. Bocsánat. <laughs> Tehát így nőként én azt gondolom, vagyis ugye ami kategóriákba indultam, a sportmodell, meg fitnessmodell kategóriákba, bár igen testépítő, de ezt a kifejezést én azt gondolom, hogy mi lányok, modell, lányok nem annyira szeretjük. Aha, mert hogy, hogy a testépítőt mi azt testépítőt, a gyúrossal. Igen, az, az, az igazi gyúros, az a kicsit keményebb, nagyobb, robosztusabb az, aki, akire ezt mondják, és ezért, én ezért nem szeretem, mert én azt gondolom, hogy mi modellek azért még a szép a keretek között vagyunk. Igen, hogy szemétlék. Tegnap, tegnap találkoztunk először. Igen. Sokat beszélgettünk és kiderült, hogy hány kilóval nyomsz láb, lábba. Ja, Istenem. <laughs> Igen. Mondd meg a számot. 300. 300 kiló. Vagy 200. 200, 200, ne, 200, 200, 200. 200, 200, 200, A, a, a 200 is nagyon 200. sok. 200. Igen, hát de... Meg, meg, tőled meg lehet kérdezni, hogy hány kiló vagy, ugye? Igen, meg lehet. Tehát téged te nem Igen, bántalak 62 meg az. 62 Igen. egész kilogram vagy, Igen. és 200 kilót kinyomsz Igen, 14-szer mondjuk. Akkor... Tehát nem kétszer-háromszor, hanem úgy 14-szer. És a gyúrosok mennyi <laughs> a Hát mondjuk a fiúk, pont a hétvégén láttam, azért mondtam véletlen 300 mert például ők 300-350-nel csinálják meg ezt a szériát. Wow, mm. Ez nagyon kemény. Attól függ, nekem van egy élményem ezzel kapcsolatban. Mondd ezt, szerintem ezt a történetet fogod elmondani. Igen, van egy élményem, ugyanis ugye amikor én elkezdtem <coughs> azon gondolkodni, hogy akkor versenyzés, Ö, ugye nekem a versenyzés az úgy indult, hogy egy egyelőre egy bakancslista, és akkor már jártam a Fitness Suliba, a testépítő fitness oktatói Suliba, és persze ott nem mertem megmondani senkinek, hogy én el fogok indulni egy versenyen. Kvázi be kellett volna jelentenem, hogy miért nem jelenek meg szombaton az előadáson és hát ugye szombaton volt a versenyem, hajnalba hazaértünk, szerintem aludtam egy órát se, próbáltam lemosni magamról a barnítót, ami lejött, lejött, és útnak indultunk vissza azzal az emberre, akivel akkor jártam a suliba, <coughs> az órára. És hát ugye késve is értünk, mert nyolckor kezdődött az óra, talán hét óra felé indulhattunk el, és beléptünk, és akkor mondtam, hogy hát elnézést kérek a késésért, meg hogy a tegnapi napért is, hogy nem voltam ott, na és tudni kell arról a, az oktatóról, aki ő tartotta az óránkat, hogy nála a késés az nem volt megengedett. Hát nem emlékszem pontosan, de ilyen százas fekvőtámaszokkal kellett. jó ja, bűnti volt. Bünti volt. És akkor rám nézett, és akkor kicsit lekezelően is, hogy remélem megnyerted. <laughs> és mondtam, hogy megnyertem. Hoppa. Igen. És akkor utána, délután a következő óra adó tanárom ö, lett később, a, aki segített nekem, mert ő annyit mondott nekem, hogy nagyon jó volt a forma, és látta, látja bennem a lehetőséget, és akkor így őt megkértem a. 16 évi Európa bajnokságom előtt, hogy készítsen fel, vagy segítsen egy picikét. Na most ővele van egy olyan élményem, hogy én elmentem hozzá edzeni, és nagyon nem mertem a, a nagyobb súlyokat használni. Ugye nők vagyunk, mi nem nagyon merünk, mink szerettünk, a kom vagy én már nem, de legfőbb több nő szeret a komfortzónán belül edzeni egy picikét. És hát egy olyan lábecést csináltunk végig, hogy beültem az autóba, és mondtam, hogy sose fogok hazaérni. <gül> <gül> és hazaértem, és sose felejtem el a hugon és mondtam, hogy szerintem most ne beszéljünk, mert beszélni se tudok. Tehát borzasztó fájdalmaim voltak, és nekem ott és volt És nem, a nem közbe? Ö, az edzés közben? Az edzés közben? Nem. Tehát ott nem. Kemény vagy. <laughs> vagy. Igen, próbál. Csak a kocsiba. Aha, igen, de ott nagy. És akkor ez az ember vett rá arra, hogy nagyobb súlyt is bátran. Így van, igen, igen. Mert akkor a klasszikus mondat jön elő, hogy minden fejbe dől el. Így van, minden fejbe dől el. arra emléksz, hogy előtte mondjuk mennyit engedett a tudatod? Persze, persze, tehát például egy szomfeszítőnél is ilyen 15-20 kiló volt, amit magammal megmertem csinálni, úgymond, és most tartok 55-60 kilónál. Nagyon. Azóta is egyébként. Wikipedia, mert mit, mit, hív, mit hív segítségül a, a lusta riporter? Wikipedia, és semmi más nem írtam be, mint hogy euh, testépítés, bocsánat, a kifejezését. Igen, de semmi, más, de azt is írtam, az. hogy testépítés, testépítés. Technikailag különleges sport, mert versenyeken teljesen más történik, mint amit edzésen végeznek a sportolók. Itt a teljesítményt esztétikai jelleggel értékelik, az edzésmunkát a test alakítása érdekében végzik. Itt Ez így, na, olyan, nem futott végig az agyamon, hogy te csinálsz valamit a konditerembe, Miközben, és amikor elmész a versenyre, ott teljesen más dolog történik. Így van, így van. Tehát ott ugye mindig szoktam mondani, hogy ez egy szubjektív sport, vagyis hát ugye maga a versenyzés része csúnya, szóval én szoktam úgy hívni, hogy húspiac. Mert Aha. hogy kvázi kiállsz, és akkor kinek sikerült jobban azt összehozni abban az X időszakban, amiért odaálltunk a színpadra. lehet -e mondjuk, ugye mert bírók ül, hány bíró ül egy ilyen? Attól függ, 7-9 bíró szokott Tehát lenni. 9 ember ül, lehet -e mondjuk a személyes szimpátiára is építeni? Mosolygok egy kicsit, kedves vagyok, kinyitom neki az ajtót, mikor találkozom vele, Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mármint a bíró a versenyzőnek? vagy Na, A versenyző, versenyző a bírónak, bírónak. hogy, hogy számít-e az, hogy mennyire téged, akkor így fogalmazom. Igen, nagyon sokat számít egyébként, mert most nézd azt, hogy most megjelenik előtted egy hölgy, mondjuk van egy tök jó alakja, de semmit nem mosolyog, úgymond látszik rajta, hogy fél a színpadon, nincs egy csepp magabiztossága se, tehát őt biztos, hogy nem fogják, hiába tök jó adottságai vannak, hiába néz ki jól, hiába jó a forma, nem biztos, hogy egy mellett. Te, lehet, hogy kevésbé annyira nem annyira túl jó formában, de sokkal magabiztosabb ö, versenyző, ö, aki mondjuk egy a tésétát vagy egy isétát is sokkal magabiztosabban csinálja meg, és mosolyog, lehet, hogy előrébb fogják pontozni. Nagyon-nagyon fontos a kisugárzás. Menjünk vissza az elejére. Azt jól értettem, hogy az életed első versenyt megnyerted? Igen. <laughs> Ez akkor nagyon hihetetlen volt, de igazából minden versenyemnél még úgy vagyok, hogy szóval azért így mindig hálát adok, hogy, hogy ami, ami szintet el tudtam érni, és ahogy el tudtam érni, de az az első versenyem, hát ott, ott álmomban nem gondoltam volna. Mennyi tehetség, mennyi kitartás? Van-e egy tehetség? – Kell, hogy legyen. – Mármint egy alkati adottság? – Igen, tehát kell, hogy ö, ö, legyen egy jó genetika, ugye a genetika, mert sokan fognak ö, arra is, hogy mert a genetikám ilyen-olyan, de jó genetikás ö, versenyző is például tud egy utolsó helyen végezni, ha nem tesz bele elég munkát a, ahhoz, mert azt mondja, hogy nekem jó a genetikám, nem biztos, hogy nekem annyit kell dolgoznom. És mondjuk egy olyan versenyző, akinek ö, nincs annyira jó genetikája, de viszont százszor ö, jobban dolgozik, többet tesz érte az edzéseken, ö, lehet, hogy jobb formával tud oda menni. Gondolom a másodikba sorolod magad. Nem. De, de Ez igazából, azt jelenti, hogy még lehetnél jobb is? Ö, én mindig szeretnék jobb lenni, igen, Nem. de én azt gondolom, hogy egy, tényleg van egy jó genetikai adottságom, de kettő, én maximálisan oda teszem magam az edzéseken is, magánél mindenben, mert hogy én nagyon maximalista vagyok, szóval nálam vagy így vagy csinálom, vagy nem tehát köz Köztes út nincs. Bemész a konditerembe, látsz kezdő embereket, mindenféle embert, látsz kezdőket. Lá Meglátod-e a jó genetikájú fiatalt, aki azt mondja, hogy. Mmm, hogyha ő jól csinálná, ha ő... Talán most belenlanná. már ki tudom szűrni, azért ehhez is nehéz kell ez? egy... Nehéz Tehát így, tehát uh, kell hozzá egy rutin, kell hozzá egy, egy azért uh, több év, hogy lást, hogy milyen emberek vannak. Ugye most ugye belekerültem a, a másik oldalba is a víruskodásba. Igen, elkezdte bíróskodni. Igen, és akkor ugye itt azért itt nagyon-nagyon kell figyelni. Ezekre is talán, talán, hogy jobban foglalkozom a víruskodással is, többet látok, jobban tudom észrevenni, hogy érdemes érdemese hogy kell neki segíteni, esetleg ha kér tőlem tanácsot. Aha. És olyan, olyan van, hogy meg kéne valaki mondani, hogy Hagyd Ö, a be. de nem szeretném. Tehát, mert aki mindenki saját magáért jön el. Én a versenyzésre ja, versenyzés. Az, hogy mondjuk valaki... Én azt gondolom, hogy egy jó edző, és ha, ha felkéri a, a versenyző, leendő versenyző, hogy készítse fel egy versenyre, és a jó edző nem látja benne azt, hogy ő neki sikerülne, akkor inkább egy tanácsot próbál neki adni, hogy várjanak akár egy évet még, és nézzük meg, hogy egy év alatt hogy formálódik, mint hogy egy utolsó helyezést érjen el esetleg, és egy rossz ízlel jöjjön le a színpadról. Számít-e az, hogy mikor kezdi az ember? Hát nagyon fiatal korában, ilyen korában, olyan korában? Igazából nem. Én azt gondolom, a hogy. Pont a te példád. Hát igen, a, versenyzést, a versenyzés gondolod, vagy az edzést? Na, na ez majd, majdnem. Én, én, ezt úgy képzelem, és akkor majd meg megcáfolsz, úgy képzelem, hogy edzek, edzegetek, edzek, látok valami javulást, visz magával a siker, és utána komolyabban veszem, a még komolyan veszem, és akkor elindulok egy versenyen. Én valahogy így képzelném el ezt az egészet. Igen, én... valahogy így hozza maga, magával ezt a dolgot, csak nem mindegy, hogy mennyi idő telik el. Igen. Mert hogy ugye én egy ö, tíz éves edzés múltal. de az szokat, hogy mennyi volt a kettő között. Edzés múltal a konditermi edzés az 5-6 év, már volt hét is szerintem, mikor felálltam a színpadra. A, maga az edzés, edzéskedést pedig már. Ö, nagyon régóta csinálom. Ez mind évvel. kalocsán történt a te... A konditermé, igen. Egyébként ugye én itt Kalocsától nem messze kis falomba fajszon kezdtem. Lejjé, büszke, igen, igen, nagyon büszke is vagyok, <laughs> hogy onnan indultam, tehát én ott tartottam csoportos órákat, és akkor onnan jöttem be. Erobik. És... Erobik. Úgy mond, igen, aerobic. erobik. Most vagy? már nem erobiknak hívnám, mert euh, kiképzésen kívül másnak. Ez a lányok nézik, glast, akkor biztos. Fit. Igen, igen, de én tartok kétfélét alakformálót, meg egy kicsit ilyen küzdősportos jellegűt is tartok. Ah, ah. Á, ah, igen. Szegény csajok most, ma, ma esti az elég. Ja, igen, azért kezdünk fél órával később, mert még, még a még csajokat igen, a sárba, a gyűrted. E, igen, szerintem. És azért a... kötelezőre vette nekik, hogy a Hokedli stúdiót nézni Igen. Kötelezően ajánlatként. Kötelező, de ajánlott, igen. Na, majd beszéljünk akkor róluk, hogy, hogy mondjuk az érdekes, mondjuk itt ugrálok a témákba, de az érdekes, hogy hogy összeáll egy csoport, ez úgy kezdődik, hogy mindig jönnek a csoportodhoz? Igen, vagy indít általában. Azt, egy, egy csoportot? Mindig jönnek, tehát nálam nincs bejelentkezés, nem kell, hogy most akkor elférünk, nem férünk. Igazából 25-től ilyen 30-35 a létszám a, a csoportomnál. Ö, igen, mindig jönnek, hallják, hogy ö, nálam van ilyen jellegű edzés, kipróbálja, ha túl keménynek tartja, nem marad, de ha, ha tetszik neki, akkor pedig marad, legtöbb marad egyébként. Igen, ezt igen, 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 még ha szenved, akkor is egyébként. Egyéniség vagy edzés? Mi, Szerintem minőség. egy egyeniség is, egyik része. Én a te egyeniségedre gondolok. Káv, én, az is, én neka. is, igen. igen. Aha. Tehát az én személyiségem egy rész esz, hogy hogy tudom őket megfogni. Én azt gondolom, hogy hogy tudok nekik egy órát leadni, meg, meg az edzés a minősége is. Srácok jönnek hozzá? Volt, igen. Jelent. Volt. Volt, volt. Akik... <laughs> És eltanácsoltad? Nem, nem, nem hatikája. nyugodtan jöhetett, sőt, most az őszi verseny előtt volt egy srác, aki például kardió jelleggel feljött, és akkor ott... Na most ilyenkor a lányok azért nem nagyon örülnek. Miért? Mert ugye, ha a srácnak kardió jellege feljön, hogy egy hét múlva verseny van, és hogy több kalóriát égesen, ugye teljesen lesírtalanítja a testét. Hát a lányok nem nagyon örülnek, hogyha egy ilyen fiú úgy fájjon, mert akkor tudják, hogy még keményebb, mint ami eddig szokott lenni. Ja, hogy a, hogy a igen. fiúhoz igazítanak, azt hittem, hogy szégyenlenség, akkor... és nem akarnak a. Nem, a van, van két-három bevállalós fiú, aki így fájjon, kipróbálja, akkor azt mondja, hogy jó, soha többet, de akkor. Igen? igen, vannak akik. Nem nem annyira jó a fájdalom közepén nekünk, nem? Ö, szerintem nem csak a fájdalom köszön, ugye, ti férfiak sokkal hamarabb savasodtak. Igen, tudom. És, és az, az tudom, amikor megiszok négy sört, másnap egy gyomor savak. <laughs> <laughs> ugye, hát például, igen. <laughs> igen, de mondjuk, míg egy lány meg tud csinálni húsz gugalást mondjuk ötször, egymás után egy pici pijenő, addig a fiú nem biztos. Aha. Hamarabb be tud savasodni. Igen, igen. Kezdjük két... csak a sörtől. Ja. Na, igen, nem akarom mondani, melyik márkától jobban, melyik márkától kevésbé, de ez teljesen nem idevág a témához. Az, érd, érdem soroddal, vagy az önélet, a szakmai önéletrajzoddal kellett volna kezdenem. Fit Parádé kétszeres bajnok, igen. VBPF European bajnokságon második és harmadik, VBPF kétszeres magyar bajnok és abszolút bajnok, és ABPF igen. nemzetközi osztrák bajnok. Bocsánat, de ezek, ezek a szervezetek, ugye? Ez kicsit úgy kell elképzelni, mint a boxolóknak is, hogy vannak világszövetségek, azoknak vannak a különböző világbajnokságok, Európa bajnokságai, és így ott van. a versenyzők, akik oda regisztrálnak, azok indulnak Így el. van, így van. Hát a WBPF egy világszövetség, ugye nagyon sok tagállam tartozik alá, és most idén júniustól nálunk a BBPF olyan, mint olyan megszűnt, és így lett HBPF, de kvázi az AB, AB, ABPF, az osztrák, és ugyanúgy hozzá tartozik, mindegy egy tagállam, tehát mint mi most HBPF, az osztrák ABPF, az ukránok UBPF, tehát így tartozunk a világszövetség alá, de ez csak egy egyetlen szövetség, nagyon-nagyon sok szövetség van, AFBB, IBFF, rengeteg, nagyon-nagyon soknak rengeteg, nagyon sok. Akkor beszéljünk a fit parádéra. Nekem ez egy új kifejezés volt az egyik csapattársam, aki jár konditerembe, ő mondta, hogy nem tudok jönni edzésre, mert föl fogok menni a fit, fit parádéra. parádéra. Életemben először is készülök el, mint az állat. Ez egy Mi nagyon ez nagyon jó, a fit parádé? Ez egy nagyon jó egy multisportfesztivál, egyébként Közép-Európa legnagyobb multisportfesztiválja. Magyarországon. Magyarországon. És itt az, nem csak, bocsánat, mit jelent ez egy multisport? Az hogy, összes... nem csak, hogy nem csak a testépítésre van ez kihegyezve, hanem ugye ott van ez a mom sportban van Budapesten, és van uszoda, tehát vannak ott úszóversenyek, én azt igazából nem láttam bele, de szerintem ott vízilabda játékok a gyerekeknek is, aztán kint ezt a street workers versenyek, fekvenyomó verseny, tehát nagyon-nagyon judo bemutató, tehát rengeteg, amit oda el tudnak vinni, azok ott mind versenyszámok, és ezért multisport, mert kétnapos fesztivál. Most egy picit már más, mert ugye most már egy IFBB Pro verseny kvalifikációs versenye is lett. Mind, Vagy testépítés. Így, így van, tehát a vasárnapi verseny az, az lett egy pro verseny, amíg a szombati verseny már mint testépítés részén, az pedig maradt meg a rendes fit parádé, mint ahogy el is indult. Megnyered az első versenyed, aztán a nagy álom, hogy... Elmenj egy ilyen fit parádéra, és fit ott parádé is... Fit parádén nyertem az Igen, ja, az első is fit parádé Igen. volt azonnal. Igen. És ott is voltál abszolút a fit Nem, parádén. nem, nem, nem. Ott kategória győztes voltam, csak akkor még fit ladybe indultam, ugyanis én annyira, tehát én egyedül mentem, egy bajai hölgytől és versenyzőhölgytől kértem segítséget a, a, pózoknak a megtanítására, mert ugye kötelező pózok vannak a kategóriákban, és ő segített nekem benne. Ez az utolsó egy hónap volt, amikor hozzá elmentem segítséget. Egyébként egyedül készültem, egyzettem, diétáztam, és tehát minden. És nem mondtad. Nem, mindig nem. megkérdezték tőlem a teremben is, hogy ú, biztos, hogy megyek, vagy de hogy megyek, mondom, nem megyek. És így titokba tudtad tartani. É, hát a vége felé már annyira nem, mert ugye ott akkor már eléggé le voltam szákásodba, meg tehát azon a versenyemen szerintem ilyen 54 kiló voltam. Tehát itt tízes ledob az ember, ez zsír, ez a 10 kiló. Nem, csak zsírvíz is. Aha. Mert ugye az utolsó, mi az, az utolsó nap szabadul meg az ember a víztől? Vagy nem, vagy nem, nem, nem. Hát van ez van a kifejezés, egy... hogy, hogy rá, nem, nem, azt, azt hallottam, <laughs> hanem hogy, hogy az, az utolsó pillanatokban úgy hajtod <laughs> a vizet, hogy rácuppan a, a bőr a testedre, és Egyöbként még jobban látszódnak. Az már inkább a... szerintem a töltés része, amikor az ennyire mi? rácuppan. Ugyanis a, a vízhajtás része az ugye egy egy, egy, egy hetes folyamat. Ugye, ilyenmel kezdünk magas vízről, ami azt jelenti, hogy Attól függ, mennyit tudsz meginni. 6, 7, 8, 9 fiúk esetében akár 10-12 liter is napi szinten. 12 liter víz. Napi szinten, igen. Mi a baj veletek? <laughs> Nagy baj van <volt>, szerintem. <laughs> Velünk, akik ezt a sportot űzik, egy kicsit nem vagyunk normálisak szerintem. De, de, de... amikor megittál, ha, te mennyit iszol, a fiúk mondhatod, hogy 12 liter? Én, tettem. nekem a legmagasabb az 8 liter volt. Mondjuk egy negyedik liter víznél, hogy... Nem veszem észre. A 12 tehát órakor délben. Nem veszem észre. Tényleg nem. De, De ez... mi, van nálad annyi víz a táskába, és azt el kell Igen, a egy nap, nap egyébként úgy, készül, tehát úgy megyek dolgozni, hogy, hogy elkészítem a vizemet, stb. Amíg ott vagyok, tudom, hogy ezt meg fogom inni, tehát így beosztom magamnak, és ezt elsőre is így beosztom. Tudod, mit kérdeznek a nézők? Látatlanban most. Nem. Hát, a csorgatás ja, Ezt mindig szoktam, mert ugye szoktam diétát is, tanácsadással is foglalkozni, és diétát is írni, főként inkább ugye hölgyeknek, lányoknak. És ugye hát a legkritikusabb pont mindig az, hogy nem tudunk inni. Mert hogy sokat kell pisíni, főleg nekünk lányoknak, Igen. nagyon sokat kell pisíni. És, és mind... mindig bejelentitek. Elmegyek pisíni. <laughs> vagy csoportosan elé. megyünk. Ja, ja, ja <laughs> Ez még a másik. És én mindig mondom nekik, hogy csak egy hetet. Csak egy hetet adjatok magatoknak, amíg a szervezet megtanulja, ja, hogy az. így van. Mert ugyanis a szervezetünk nem hülye. Úgy működik, hogy nem adunk neki vizet, tehát raktároz. Egyszer csak ugye elkezdjük felemelni. Mondjuk edd eddig volt, aki volt fél liter naponta, és utána azt mondom, hogy legalább kettővel kezdjünk el, a két liter vizet. Persze, hogy pisénik kell, mert a szervezet nem tud vele mit csinálni, engedi el folyamatosan és ez így szépen egy hosszú, vagy egy párnapos, úgy nem hosszú, egy párnapos folyamat, és egy négy-öt nap után a szervezet már tudja, hogy ez a víz, ez nem fog elfogyni, ez minden nap ugyanannyi, de ezt, igen, ez nagyon fontos, hogy közel ugyanannyinak kell lenni, tehát nem lehet az, hogy egyszer kettő, egyszer fél, egyszer kettő, egyszer fél, hanem szinten kettő, kell ezt a így a van, testet. és meg kell tanítani a szervezet, hogy nem szabad, hogy elengedj, és nem fog elengedni, és nem kell járni pisíni. Erre a legjobb példa a hugom. Ő már nem volt egy hete. Nem, hanem ő is ezt mondta, hogy ő nem tud annyit inni a, a munkájából kifolyólag, meg hogy ő nem tud bárhova elmenni, és ugye húgom az rendőr, és mondtam neki, hogy legalább egy hetet, vagy amikor Szabin vagy, vagy amikor esetleg egy irodai munkád van, akkor ezt, ezt próbáld meg, és Mondta, hogy teljesen igazam volt, és működött. Indítotok magas vízről igen, a szakmai kifejezést, igen, ahogy mondtad? Igen, igen, és ezt csökkentjük. 12 hét a felkészülési diétás. 12-16 hét attól függ, hogy kinek mennyi. 12 van szüksége, héten igen. keresztül. Nem. Nem. Az utolsó másfél hét az, amikor teljesen magasra emeljük már a vizet, de addig is a normálistól magasabb vizet iszunk, mert, mert kell kell a, a fehérjéhez, amit ugye egész magas fehérjebevitelünk van nekünk ilyenkor, ö, és azért kell a sok víz, hogy a vesénk kvázi ne károsodjon, tudja méregteleníteni a fehérje miatt. És ö, akkor is iszunk azért egy négy liter biztos, és akkor jön a másfél hét, amikor elkezdjük felemelni még magasabbra, és akkor onnan szépen fokozatosan csökkentjünk, ez kvázi a természetes vízhajtás. És akkor eltűnik a víz a szervezetedből, és rácuppon a bőr a, az izomzatra, akinek Igen, mivel verseny előtti izom. napon egy ilyen fél liter folyadékunk van. Nem túl sok. három hónapon keresztül hozzászokott a szervezet, hozzászoktál te, hogy iszol, iszol, és nem iszol. Igen, nagyon nehéz. Nem, sz... a... nem álljul be? Nem nem... Ö, nem, nem álljul be, mert fel van töltve azért, a sejtjeidben még ott vannak, a, ott a víz, fel van töltve, de nagyon nehéz azt kibírni tudatosan, hogy most akkor csak ez a fél literem van, amikor, mondjuk tegnap még volt két literem. Az úgy, az úgy elég kemény, mentálisan. Én azt gondolom, hát... szerintem mentálisan nehéz. Kaja. Kaja. Öt. Öt, öt adag egy nap? Uh -huh. Általában. De, de specskósan? Ha, ha, versenydiét, ha versenydiétáról van szó, akkor igen. Hát attól függ, hogy ki melyik húst preferálja jobban. Ugye, mert nem mindegy azt, hogy melyik, melyik húst eszed, hogy neked mi a jó. Van, aki csak a pulykahústól tud jobban fejlődni, mert éppen egy, egy vércsoportja, vagy éppen ő neki az, attól tud jobban fejlődni. Van, aki csirke, én, jel, én csirke. Nekem az, csirke mell. Csirke jött be? Nék. Aha, igen, mennyire, igen. mennyire végeztetek magatokon, vagy végeztek magatokon a vérvétel, vagy a tudományos... Én minden, no. én minden versenyem felkészülési időszaka előtt elmegyek egy teljes vérvételre, és minden versenyidőszak lezárása után. Ez arra. saját? Saját, persze, saját, saját, saját magam. Mit, saját magam, ö, meg mit tudsz tettem. meg ebbe? Igazából ugye a májenzimeknek a mert egy túlzott fehérje beviteltől ott azért el tudnak szállni, de és mindig azt ellenőrizzük vissza, vagy hogy egyáltalán, hogy elkezdhetem azt a kemény diétát, hogy mi a mert azért egy több keresztes vérvétel eredménye nem biztos, hogy nekiállok, és elkezdem, mert ott először helyre kell rakni, mert valami probléma van. Mondtad, hogy nem, nem volt szó a táplálékról, vagy táplálék kiegészítőkről, lehet, hogy nem volt szó. Nem volt De vannak szó. táplálék kiegészítők, és akár van. a fehérje, ugye, porralakba kell bevinni, mert nem tudsz annyi csirke mellett megenni, így mint amennyi fehérjére mint amennyi, amennyi, szükséged van. Igen, mint igen, kett, szükséged így van. igen. Vannak ilyen kiegészítők. Egyik néző kérdezte, hogy, hogy a táplálék kiegészítőbe biztosan már alapból belekeverik a különböző illegális és nem engedélyezett cuccokat, mert ez a sportág, ez teljesen illegális nem engedélyezett dolgokkal. Miel, ö, mi erre a hozzá? Tehát, ami ö, bármilyen tök, mindegy, hogy olcsó kategória, vagy a csillagos ég a kategória, ezek a táplálékkiegészítők mind be vannak vizsgálva, különben nem kerülhetnének forgalomba. Mert akkor, akkor az jelenti, hogy boltba árulnak illegális dolgokat, nem? Így van, így van. Tehát ö, szak, vagy hogy is mondjam, inkább ez a a csúnya nyelven a cucc, amit ugye Cuc. szoktak, szoktak na, is valami erre akart kiutatni. Szoktak használni, tehát ez, ez, semmiben nincs benne. Ugyanis ezek egy bevizsgált dolgok, ugye vannak a BCA-k, a glutamin. Használok BCA-t. Na, tényleg? Oké. Okay. Jó, és miért használod a BCA-t? Az, az, hogy föl tudjak kelni az ágyban reggel, mi, miután meccsen van. Bementem ide az egyik boltba, és mondták, hogy így a BCA-t, és másnap tudsz még járni, mert már Szuper. öreg, öreg focista vagyok. Is she always that fun? Jó, ja, Nem a... semmi más különleges hatást. Miért kellett volna? Nem. <gül> nem, <gül> nem, nem. nem, nem, kezdtem el sajnos. Nem. Ja, hogy volt -e benne illegális? Igen, igen. Nem kezdett el a bicepsem növekedni, ah. semmi, semmi más. Szóval nem, ezekben nincsen semmi, akármilyen árfekvésűek, ezekben nem lehet semmi, ugyanis ugye például egy tejsavó protein tejsavóból van, ugye vannak most már növényi proteinek, ami növényi, akár szója, akár borsófehérjéből vannak, ugye van a BCA-k, a glutaminok, ami aminósavak, tehát ezek hiába por alakúak, ezekben nincsen semmi sem belekever, ugyanis nem kerülhetnének forgalomba. Ahhoz képest, amióta csinálod ezt a, sport, ezt a sportágat, mind táplálék kiegészítve, mind tudományosságban, mint mind étkezésben, nagyot fejlődött, szerintem ez óriásit fejlődött ez, ez a sportág, nem? Nagyon Tehát, hogy... sokat fejlődött, sőt én azt gondolom, hogy mindig van mit tanulni, mert mindig vannak újak, újak és újak, új, új táplálékkiegészítők kerülnek a piacra, ugyanúgy, mint bármi más, ez is ugyanúgy fejlődik, kísérleteznek egy jobb egy, egy peptideset például, ami már nem csak a sima BCA, és akkor ezáltal ugye mi versenyzők is, vagy akár hobbisportolók is kipróbálják, és melyik tud esetleg egy egy picit többet nyújtani, picit több erőt adni, kinyújtani a fáradtság küszöbünket. Mennyire vagy kísérletező? Megvan neked a bevált kis rutinod, és az, vagy haladsz a tudománya? Ö, van egy bevált rutinom ez tény, amit én magamnak összeraktam, és, és, azóta is használom. Persze ilyen, amikor nem verseny időszakon van, akkor azért tartok szüneteket ezekből a egészítőkből is, mert, mert, jó azért, hogyha van egy üres rész, úgymond, és akkor sokkal jobban tud egy, egy hónap után mondjuk, vagy egy-két hónap után reagálni rá a szervezetem, ugyanazokra egyébként. És vannak olyanok, amikről olvasok, és azt mondom, hogy ki szeretném próbálni. Van, ami marad, van, ami nem, mert van, ami nem jó, tehát nem vagyunk egyformák, van, ami jó nekem, van, ami nem jó nekem. E, majd azt mondod, hogy nem beszélünk róla, hogyha, ha nem akarsz róla beszélni. E, mikor, mikor találkoztunk, az első kérdésem az volt, hogy akkor neked ugye ez a főállásod, mert hogy te profi vagy, és... Hát nem e, vagyok profi. E, Még nem tartozok a profik közé, sajnos. E, nem is tudom, mit jelent a profi nálatok. Mit jelent a profinálatok? Az, hát, hogy ebből a... él? Uh, igen, kvázi ebből él, és uh, például a profi már csak profi versenyekre mehet. Tehát uh, úgymond kisebb versenyekre már nem mehet el. Tehát ilyen magyar bajnokságok, meg ilyenek, ilyenek már nem. Mert a magyar bajnokság az kisebb kis rendszer. A profi versenynek ugye. Mi a, egy profi verseny? A, a, hát a Olimpia, a Mr. Olimpia. Mr. Olimpia. De uh hát -huh. uh, mi van Miss Olimpia is? Nem, de a Mr. olimpiára a nők is ugyanúgy tudnak menni. Aha. Van Magyarországon? Nincs. Nő, aki megy... ja, Magyarországon van Magyarországon nő, aki megy. Magyarországon van. Nem, Magyarországon nő, aki megy a Mr. Mr. Olimpiára? Hát több próbálnak rá kvalifikálni, ugyanis több programos kell ki. részt venni. Szerintem a kis virág ő volt a Mr. Olimpián. Hmm. Oh. Nem tudom, nem hívott fel. <laughs> hát akkor a legközelebb <laughs> őt kell ide hívni. Ja, nem tudom ki az. <laughs> Hát tehát azt én azt gondoltam, hogy mivel, ha megnézem az Instagramodat, szerepelsz néhány reklámvideóban egyebben, hogy te neked van táplálék kiegészítő szponzorod, ruha szponzorod, autó szponzorod, akármi, és nincs. erről beszélhetünk? Beszélhetünk persze. Hogy, hogy nincs. neked van egy so, polgári Sok, polgár ember ezt gondolja. Igen, tehát van. azért kérdeztem, van egy polgári állásod, amiben megész és tartod mellette a kis személyjegyzés dolgaidat, és igen. kész. Nagyon sokan ezt sem tudják, hogy nekem van egy főállásom. Tehát én fél 84 igen könyvelő és vagyok egy mezőgazdasági <laughs> kárszénél. Úgyhogy... Nem ez... tudom, miért nevetünk ezzel. az melód, nem? Igen, és ezért is nehéz nagyon összeraknom azt, hogy a délutánomba a személyedzéseket és az edzéseket be tudjam vállalni, sőt, még én is esetleg edzek. És utána jön a, a másik szerelem, a, a sport része, és ö, egyedül tehát nincs, nincs szponzor mögöttem, nincs mögöttem senki. Ugye most, a, ha kimondhatom, vagy persze, azértünk, persze a blédesekkel van egy, ö, egy kapcsolat, akiknek az arca voltam a magyar bajnokságon is a, az idei magyar bajnokság, ott velem hirdették. Ugye ő lettem, kétszeres magyar bajnok, plusz abszolút bajnok is ö, a Bléd kupán, és akkor ő nekik ö, reklámozok táplálékkiegészítőket. De hát ezért csak tolnak valami kis, cucc, valami kis nem cuccot, hanem <laughs> a vagy mit tudom én, mit, igazából én valami, ez úgy, valamit pedig, adjanak hogy, Igazából segítenek abban, hogy például szervezek egy, minden nyáron szoktam szervezni egy a Szeliden a koronaparton egy Bádi Bics nevű rendezvényt, ami, ami nem csak a kondiról szól, hanem mozgásról igazából. Mindenki ismerje meg, vagy jöjjön, próbálja ki, ha nem merte. És ők ott támogattak, kaptam tőlük bemutatóra, mert szerettem volna. De hát ott nem csak ők, hanem például egy abszolút Live is ő, támogatott ott a Blitzporton, sőt, a, ugye nagyon fontos volt nekem a, a táplálkozás részét is oda bevinni, és az Eco Food Kft és nagyon, vagy a BioPont, ugye kettő együtt, társszerződés. Megreklámozunk el mindenki. Ah, igen, hát most. <síthat> Foodnak szóval... dolgozom, és csinálok nekik videókat. Tényleg? Igen. Mm. Úgyhogy jó fejek. Nagyon, igen, nagyon jó fejek. Talán a legnagyobb támogatottságot egyébként tőlük kaptam. Igen? Igen. De jó jó az a bio, bio cuccaik. Azok, Minden azok. nagyon finom, én azt gondolom, igen. Kaptam tőlük is fehérjét is, tehát nagyon-nagyon sok mindent kaptam. Gluténmentes sütiket, és akkor ott kóstoltattunk. Tehát mindig. akkor csak így összehordják a te kis... A rendezvényemre? A magamnak De. nem? Ja, hogy te... én, én nem is kérek egyébként, tehát én nem vagyok az, hogy most ö, akár egy versenyfelkészülés alatt én, én menjek bárkihez, és azt mondjam, hogy figyeljén indulnák egy versenyen, és légy támogas. Nem. Én ezt magam megoldom. Tavalyi évben volt egy olyan segítségem a kiskörösiektől, a Turutinbe, mint tag benne vagyok, és ők segítettek abban, hogy a, a tavalyi Európa-bajnokságnak a regisztrációs díját, ami magyar forintban számolva 90 ezer forint volt. Csak azért, hogy valaki elinduljon egy Európa-bajnokságon, az 90-et be kell dobni a kalapba. Igen. Azt hát tudjuk, a... hány, kb. indulnak? Hogy ott, ott a... Hát, mi magyarok azért indultunk egy páron, uh -huh. jó páran, ami közel van. Hát ami messzebb van, mondjuk egy tenerif, ami, amire én nem, nekem nem sikerült elmennem 16-ban, vagy 17-ben, az a, 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 ugye az még többbe kerül. Nem is kérszem nagyon szerintem, nem? Én nem kérek. Én nem Tehát én nem, 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 nem attól, oda, van, hogy... attól van teli a város, hogy amikor Glaszta Európa bajnoki második, meg harmadik, azzal mert mindenki csám, csak mindenki örül, hogy van valami hír a kis mikrofonjába, de amikor te neked kellene kérni és segíteni kellene, akkor csendben elvonulsz. Én ezt jól de, érzem. Igen, de én nem is, nem is szeretnék kérni. Tehát... Hát, hát miért nem én... mehette volna egy tenerife nyerni valamit fajsznak, meg kalocsának? Igen, igen, ez így van, de, de nem kérek. Tehát én azt gondolom, hogy ezt önerőből megoldom. Lehet, hogy van bennem egy olyan is, hogy mi van, hogyha nem sikerül, és a, a támogatói mi? adományokat, pénzeket egy esetleg bukom, és egy, egy vesztesbe fektetnek vele. Hát, Lehet, ha, hogy van egy ha, ilyen is. Ha van, valaki ne. megnézi az interneten, és, és, és sikeres nőt nék sikeres nőt keresünk Kalocsi és környékén, a biztos, hogy Glasgow Andi előad valamelyik valahol, vagy beszél erről, <laughs> vagy, vagy beszél erről, vagy, akkor megint téged találnak meg. Hát, van ő, én ennyi. A akit meg, nem, megkeresnek. Nem, rajta azért még biztos, hogy van uh, sokat több is, igen. többen vagyunk sikeres de, nők. Ott, hát, tudom, de, de ott vagy, és mindig a sport téged vesznek elő. Valószínű, hogy hát igen. akkor nehogy már nem erjék kérni egy Tenerife, egy nem <laughs> tudom repülőjegyet, meg egy regisztrációs díjnyi pénzt. Ö, igazából ezek nagyon nem olcsók pénzek, és valahogy ezt a a te szerint a testépítést úgymond nem is nagyon szponzorálják, tehát a nagyok, nagyon kevés. Nem lehet, hogy sokan úgy gondolják, mint én? hogy neked tudja, hogy van szponzorod és izé, és miért megy ő magától. Biztos, hogy van egy ilyen réteg is, aki ezt gondolja. De szerintem a legtöbb réteg pedig tisztában van vele, hogy, hogy mi ez, és hogy lehet, hogy ezt, bocsánat, hogy ide térek ki, de nem biztos, hogy úgy támogatják, mint mondjuk egy focit. Na jó, hát a foci az, egy, az, nem <suk> sport, ugye, tehát, tehát, az tehát, nem sport. ez egy, nem sport. <suk> Dehogy nem. Sport, minden, a a is, le, még a Az a világ le, még én nem arra gondoltam, hogy nincs értéke, hanem ez sokkal magasabb, mint, mint a sport. De, tehát, ottért, a focit nem lehet, tehát így mm. nagyon sokan a focira sarkítják itt természetesen nem, sok igen, a Sok, igazság, igen, sok igazság van benne. Valószínűleg, hogyha olimpiai sportág lenne a testépítés, akkor hirtelen, igen. hirtelen többen elkezdenék, meg nem tudom, meg hogyha tisztulna ez a dolog, mert, mert ugye mi, a, mi a, a hétköznapi embernek a fejében mi van? Bemennek, Előveszik a tűket, teliszurkák, magukat, pumpálnak hármat, kopaszok kijönnek és verekednek. Ez a baj, hogy Ó, ezt ugye? Gondol... igen. Tehát az a baj, hogy ezt gondolják az emberek. De hát itt azért azt el kell mondani, hogy nem csak mint a, mint a testépítés, hanem mint az összes fázi versenysport. Sajnos ez a része benne van, de azt hozzá kell tennem, hogy egy jó eredmény, ez nem biztos, hogy kell ez. Hát nagyon érdekes, amit mondtál, ugye előjött ez a, ez a cuz dolog Igen. tegnap, és akkor mondtad, hogy, hogy azokban a kategóriákban, amíg indulsz, az nem is lenne értelme. Hát így van, tehát mi modellkategóriában vagyunk, és ez a kategória, főleg a, a fitness modell, vagy úgymond inkább egy bikini modell kategória, ahol egy, én mindig úgy szoktam mondani, hogy egy olyan, mint egy divat bemutató, hogy, hogy szépek a lányok, csinosak, szép kis kerek fenék, szép arc, és hogy milyen az összkép. Ugye a sportmodell kategória pedig a, egy picit izmosabb kategória. Tehát nálunk teljesen fölösleges ezt, mert ezt, ehhez nem kell ez a része. Én most igazából magamról tudok beszélni csak. Hmm, de hát uh, van egy... Uh, de hát a sztereotípiák megvannak sajnos, sajnos. És meg a van. támogatottság lehet, hogy emiatt is. Uh, de most akkor ezt van. a sztereotípiát rá tudjuk vetíteni egy A úszással. focistákra is nem, tudom. Nem. is, de igen. nem, arra nem. De mondjuk egy arra is, de egy úszókra például, vagy egy kajakosokra, vagy tehát bár, bármelyik versenysportot mondjuk igazából bármelyikre rá, rá lehetne húzni. Glaszta Andika 18 éves 2019-ben. <laughs> Igen. Hogy hogyan rakná össze magát a testépítés területén, hogyha lenne ez az idő visszaforgatási lehetőség, hogy 5 éve visszaforgassuk a mostani korodhoz képest az időt? <laughs> Mármint hogy hogy, hogy, csinálnád? hogy. hogy csinálnád ezt? Mert most lehet, pont hallgatja 18, 18 hát évesen. Hát biztos, hogy előbb kezdtem volna. Igen. Biztos, hogy előbb kezdtem volna, mert ugye kvázi én elég későn, tehát 39 voltam az első versenyemen. Biztos, hogy és sokat több dolgot ki tudtam volna használni. Most az eredményeim látszatában mondom ezeket hogy ami eredményeim vannak, tehát valószínű, hogy többre jutottam volna. Mert hogy megvoltak az adottságaid, ez azt jelenti. Igen. De mégis mi... Meg a kitartásom is. Tehát én arra, vagyok kíváncsi, biztos voltak ennek, ennek is, ennek a, mostani szép karrierednek, és voltak mélypontjai, buktatói egyebek, hogyha mondjuk tényleg nézi ezt valaki, aki 18 éves, és, el akarná, vagy csinálja, de azt mondja, hogy versenyzésre adja a fejét, akkor hogy, hogyan nyúlja jól hozzá? Érted, mire hát gondolom? Egy, igen, tehát egy nagy adag kitartás. Tehát azt, hogy, hogy eldöntöm, és ha eldöntöm, hogy én ezt meg akarom csinálni, akkor akkor úgy kell hozzáállnom mindenhez. Ezt fél, fél munkával nem lehet összehozni. Lehet, csak nem biztos, hogy esetleg dobogós helyezést lehet belőle elérni. És ugye szerintem, valljuk be mindenkinek az a célja, hogy legalább a dobogós helyeken ott legyen. Nem az, hogy na most én oké, okay, felálltam a színpadra, és akkor megnéz Lehet, hogy az első verseny egy ilyen egyébként, mert az első versenyen én álmomban se gondoltam volna, hogy a nem is emlékszem pontosan, hogy a hat vagy a hét lány közül én dobogó legfelső fogára, fog, fogára fogok állni. De, de azért legyen benne egy olyan, hogy ne, ne az utolsó legyek. Uh -huh. ha, de csak ha, De viszont, ha csak ki szeretné próbálni a versenyt, mint magát, hogy milyen érzés, milyen érzés a backstage-ben lenni, milyen, milyen a barnító illata. Mesélj a korai backstage-ekről. <laughs> <laughs> Jó Istenem. Szóval. Hát barnító. <laughs> Először is ez a, a barnító. Bar Inkább a barnító. Ez a barnító, ez ilyen, nem értem. De most már tudom, mert elolvastam a Wikipédián, hogy van értelme Azt ennek is, igen, a Igen, van értelme. Hát ugye a barnítonak az a szerepe, hogy a lezsírtalanított betöltött szépen a feltöltött izmaink sokkal jobban látszanak ott abban a nagy reflektorfényekben. Uh -huh. Ugye itt nagyon fontos, hogy mindenkinek egyforma szint fújnak. Az közel sem biztos, hogy mindenki egyformán is néz ki. Mert, mert... lehet, hogy az, alatt, az, igazi bőrének a tónus Persze, az más, kiből. a tónus, más, hogy szívja be a barnítót, szárazabb a bőröm, zsírosabb a bőröm, nehezebben száradok. Tehát... Ez bikinibe, vagy anélkül fújják az hát emberi. Ezt anélkül. Nem lehet elmenni, nem, tudsz intézni <laughs> neki, ilyen barnítós, fújós állást. Hát beszéljünk a, a <laughs> <laughs> És akkor ez hogy történt? a Na, unnám, egy idő után, szerintem. Igen? Az a baj, nem mindig csak lányokat vállalok. Ugye, ugye? Tehát fiúkat is fújni kell. Igen? Igen. A régen? Hát az első versenyem ott, ott nagyon meglepődtem, igen, tehát ott ott még nem volt időpont, és ahogy odaértünk, kvázi mehettünk a barnitóra, ahogy sorba kerültünk, ott álltunk, és hát ott ott fiúk, lányok, egyszerre Együtt barnultak? Együtt barnultunk, igen. Most, és utána már soha többet, És a tehát... fiúkon se volt semmi. <laughs> nem. Mert az, hogy a lányok egyből lekapják, hide, ezt Hidd De hogy senki nem nézett senkit. Mert... De ezt miért, miért higgyem ezt el? Mert jó, elhiszem, hogy így kívülállóként ez hihetetlen, mert automatikusan gondolom oda vonzaná a tekintetet, akár fiú, akár lány, de nem. Tehát ott, ott az embernek a legkisebb gondja az, hogy most azt nézze, hogy most ott mi van. Mi a gond ott a barnításnál? Hát ugye akkor már csak szénhidrátot eszel, töltöd az izmaidat végig, egy csepp. Te mivel, milyen szénhidrátot töltöd az izmaidat? Én magamról beszélek, tehát én ugye előtte való nap a teljesen tiszta szénhidrátot töltök én Aha. a rist, meg egy kevés édesburgonyát, és például másnap a verseny napján úgymond akkor jönnek a cukrok. Már mint ilyen, hogy nápolyi, meg süti, száraz süti, ilyenek. Száraz süti, úgyhogy és nem ihatsz. és egész, egész 12 hét alatt, vagy mikor már nagyon elege van az agyamnak a diétából, akkor arra gondolok, úristen, de jó lenne megenni egy nápolyit, vagy éppen egy valamilyen csokit, és mikor odaérek, és lenyomom a harmadik kockát, akkor tehát víz nélkül. Víz nélkül igen, jó borzasztó. Kekszet, nem? Borzasztó, tehát nagyon nehéz. És hát ott azért az arra figyelsz, hogy kvázi életben maradj. Nem, ez így hülyeség, tehát így nagyon ki van élesítve, de, de azért elég ott figyelned magadra, hogy ne legyél rosszul, figyeld azért magad, mert azért könnyen rosszul lehet lenni. Ez, ez sincs így száz százalékig, hogy teljesen nincsen víz vagy folyadék, úgymond kortyokat lehet inni. Aha. Ugye a víznek az, az, a, az, az a tiltása a víznek, hogy ezt elmondjam, hogy ugye be vagy töltve szénhidráttal. Ugye előtte volt egy magas vizet, lecsökkentettad a vizedet, és a verseny előtti napon pedig egy, tej, ugye addig volt egy nullás napod, szénhidrátban nullás napod egy, három, négy, és az a lényege az egésznek, hogy ugye amikor kevés vized van a fél litered, akkor töltöd úgymond, ugye mi így szoktuk mondani a szénhidrátot, aminek az a szerepe, hogy a sejtekben lévő vizet felszívja magába, és ezáltal ja. szépen kikerek. Mi az izmod, ahogy elkezded esetleg mondjuk bedurrantani gumikötél, a gumiszallaga, a pici súlyzokkal, tehát ez a szerepe a szénhidrátnak és a szénhidrát töltésnek, és a víz csökkentésnek. Úgyhogy azért van a tiltás a verseny napján ezek a pici kortyok, és azért nem lehet mondjuk egy fél litert úgy egybe lehúzni, mert abban a pillanatban megköti a szervezet, a szénhidrát ugye megköti a vizet újból, amit beadnak, és akkor már nem szép formás lesz egy kis szálkás, hanem ilyen kis pufi. És ez nem biztos, hogy jól mutat. Hát most figyelj! És szakítok én, rád időpontot, én... jó? Nem, nem, nagyon... az, <laughs> nem, az, időpont, hogy hirtelen itt meg és fél ja, értem. Vártam rád, vártam rád, is. értem, értem. késté fél órát, és, és utána zabálás, ivászat. Nálam, tehát én ugye magamról tudom csak mondani, tehát nálam az, az tény, hogy ahogy vége a versenynek, mondjuk attól függ, mert egy abszolút választás az volt, amikor éjjel fél 12-kor még a színpadon álltunk. Az ön én... magyarázzuk el, az abszolút az, hogy minden kategóriának az első helyezettje indul egymás ellen is? Igen, tehát a legjobbak legjobbja. És akkor az az egész nap teljes legvégére szól? Teljes legvége, így van, ugyanis minden kategóriát meg kell várni. Női kategóriáról beszélünk, mert férfibe is van, és az egész kategóriát meg kell várni, az egész kategóriáknak az eredményhirdetését. Na most itt tudni kell, hogy a női kategória az sokkal, sokkal több, mint egy fiú kategória. Több létszámos, és több a kategóriák száma is. Például teszem azt, hogy ugye vannak a fit modellek, mínusz 160 centi, plusz 160 centi, 165 centi alatt fölött, tehát ugye mi magasságra Itt is Vannak a életkorra is, tehát Aha. ugye ugye inkább a plusz 30-35 azt szokták lédiknek hívni, tehát sokkal-sokkal több kategóriában vannak a lányok, mint a fiúk egyébként, és sokkal több női versenyző is szokott lenni. Na most ezt meg kell várni az egészet, az első helyezetteket ugye kihirdették, és akkor utána kiirdetik a fiúkat, és akkor utána a lányok állnak fel elsőre az abszolút választáshoz, igen. Évfélkor? Ja, vagy fél tizenkettőkor, attól függ, bár most a legutolsó verseny, itt tesztbíróként voltam jelen, nagyon-nagyon jól megszervezett verseny volt, Kristó Endre szervezte a Krikó ő a Krikó a kupa promotere, ami egyben ez a klikókupa... Kimondhatatlan, ki ne? nem? Nem, most belekeveredek, tehát ez egy magyar bajnokság volt, és egy világbajnoki kvalifikáció volt, tehát ha itt itt tudtad magad kvalifikálni, a két hétre rá, három hétre rá sorra kerülő a világbajnokságra. És például ott nagyon-nagyon időben sikerült végezni, azt hiszem, hogy fél kilenc 39 magasságában, mert teljesen vége volt a versenynek. Már hát, ott voltál, és... Is... Nem, nem én, ez az Endre érdeme, Húzog, nem az enyém. A, húzogattad nem, a nullákat. Endre érdeme. Mi van? Hogy van a pontozás? Egy Ötékt, helyre tíz. kell pontoznunk mindenkit. Helyre kell pontoznunk. Ö, az mit jelent? Hogy harmadik, vagy második? Tehát most fent áll mondjuk öt versenyző, akkor első ja, második, negyedik, ötödik, de ha így van, de ha tíz versenyző áll fent, akkor első második, ha a tízig. És helyre pontozod. Ja, meg jaj, és akkor mindig csak nézed a másikhoz, hogy melyiknek melyiknek hány kocka van a hasán, amelyiknek hát. több kocka van, az lépjen előrébb. Nem csak <s2> az igaz. Neked nézegettem a képeket, kivételesen a... Jó a hasad, jól éreztem? Vagy... Igen, igen, nekem nagyon akkor nagy, 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 nagy erősségem van. A, hogyha nekem. <laughs> nagyon nagy erősségem a hasizmom, igen. Aha. Tehát az nagyon hála, jó égnek nagyon-nagyon szép. Hat? Hat? Hat darab kocka? Igen, six pack meg van. <laughs> <Six> pack. <gül> <gül> igen, nagyon-nagyon tető, nagyon erős hasizmom, és ilyenkor szoktak mindig így egy kicsit irigykedve is nézni rám, hogy még ilyenkor is, tehát hogy kvázi, ugye én most egy off vagyok, egy éve nem versenyeztem, több mint egy éve, és hogy még most is... Kockás. A hasambá nem annyira szépen kockás, de kockás. Mindenkinek kockás, csak valakinek így, Mindenkinek kockás. Ez látszik. Ekkora nagy tapasztalata, ennyi, ennyiféle tudása, teljesen logikus, az ember személyedző, vagy, vagy ugye nem csak, hogyha csoportod van, az is személyedző, akkor az hogy hívod? Csoportos edző. Csoportos edző, Ez a személyedző az az egy személyre szóló edzés. Mennyivel, mennyivel nehezebb? Mert ugye most át kell menned motivátorba. Mert amikor magadat, magadat Az, is... Én azt ma, gondolom, magadat hogy is kint magamról, hogy én nagy motivátor Tehát így magadat is kell ugye motiválnod, ezt gyakoroltad a versenyzői karriered alatt, nap mint nap, és akkor egyszer csak jön, jönnek a a punyadtak meg a puhosok. Bocsánat! Hát vannak, vannak olyanok, de, de most nem. És, ne és, és akkor, és most, akkor te meg azt mondod, hogy mit csináljak vele? Hát én, én nekem itt van a hat six pack Hát mert sose lesz. Sose, nem, 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 sosem éreztetem velük ezt egyébként. Sőt, én, én magammal sem vagyok sosem megelégedve. Melyik nő elégedett magával egyébként, szerintem sem melyik. És ö, nem kell, hogy punyat legyen, hanem elég, ha csak mondjuk egy hosszú nap után jönni, sokkal fáradtabb, mint egyébként. Szerető edzeni, csak sokkal fáradtabb. A, biztos, hogy máshogy kell egy edzést összeraknom neki, és akkor egy fél óra után már azt mondja, hogy ó, de jó, tök jó érzem magam. Kell, kell látni, hogy mi az a határ, hogy mit tudok nála még megcsináltat, vele megcsináltatni, és mi az, ami már túl sok lenne neki, mert fáradt esetleg. Vannak olyanok is, aki esetleg punyat, vagy nem tudom, van van ilyen is. Mi, van mi ilyen? azt leszett a következő kérdés, hogy milyen típusok vannak. Gondolom van a januárban beeső, gárda. A a januárban a... mindig sok. Ez tény. Tehát ugye jönnek a, a nyári szezonra készülök, ami tart egy hónapig, vagy kettőig. Ha januárban elkezdi valaki, és kitartott, nyára összehozhat valamit? Simán. Nézd, Dani, nekem volt egy srác vendégem, márciusba keresett meg, és azt mondta, hogy ő nyára ez az igazi, ez a jó kis David Hasselhoff. Igen, ilyen kockás has, meg, meg mit tudom én, és mondtam neki, hogy írok egy étrendet, írok egy edzéstervet, összerakjuk a táplálékkiegészítőket, és nagyon tök jó forma lett júniusra. Hogy, hogy viseli egy férfi a glasstandit, Hogy hmm. egy nő, nő mondja meg, hogy mi a itt? Én azt gondolom, hogy legalábbis ott a, a mi termünkben, ott szerintem így, így bíznak bennem. Aki, aki segítséget kér az eleve, én azt gondolom, hogy bízik bennem. Hogy esett glasstandinak mikor egy első, először oda ment egy srác, hogy figyelj már. Hát először meglepődtem. A, 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 a a a... Ez a 200 ami amit kinyomtál lábbal, itt ez tetszik nekem. Megtanítanád, hogy hogyan csináljam? Ö, hát így még sosem jött oda senki. De ezt gondolta, hidd el. <laughs> hát így még nem. Vagy de... azt nem mondhatta, hogy figyelj olyan jó feleked van, én is egy ilyet <gül> szeretnék. <gül> nem, de de például így tök jól én szoktam őket meg egy kicsit heccelni, és hogy akkor együnk együtt, lábazzunk együtt. Így jó, jó szokott elsülni egyébként. Aha, tehát akkor teljesen benyelik, és ugye, bársza, mégis bársza. ő jön oda hozzád. Igen. igen. Mesélte hogy hogy valami az, hogy téged, téged választanak az emberek, vagy mi volt ez a választás ja, dolog? Ugye ez mindig szoktam mondani, hogy nem az edző választ, hanem mindig a, az ember választja ki az edző magának, valami oknál folytán, hogy lát benne valamit, és akkor ha, ha bírja úgy a stílusomat, a személyiségemet a, és az edzés módszeremet, akkor marad. Uh -huh. Ha nem, akkor egyet dolgoztunk együtt, és akkor ő nem fog visszajönni, de ez a kevesebb. Hogy, hogy fogalmaznád meg az edzésmódszeredet? Mit mondanál, hogyha megkérdezném, hogy te milyen mód, edzésmód... Kiképzés, de szerintem kérdezzük meg a lányokat, hogy ők mit mondanak. Aki nézi, az, az írja le, hogy milyen... milyen volt már egy annyi, a legjobb. A legjobb, te vagy a legjobb. Ó, köszönöm szépen. Jó, ha ezért egy Hát nagyon. Szia, durva. Ani, szeretnék hozzád menni, azt mondja, oké, kiképzés a reggel hat. Nem, nem, nem. Tehát, ha aki elős először jön hozzám, az biztos, hogy csinálok egy állapotfelmérést megnézem, hogy mit bír, hogy terhelhető, és ráadásul én ő vele egy hónapig nem is dolgozom úgy, hogy most akkor a súlyokkal terhelném. Szépen, fokozatosan építem fel neki ezt az edzést. Lányok is nagyon szépen vannak, akik nagyon-nagyon-nagyon sokat változtak egy év akár, mert ugye kell egy, egy jó egy év, hárnyed év, mire észre lehet úgymond venni a változást. A heti hány alkalom az körülbelül? heti kettő-három. Aha. Heti kettő-hárommal. És egy, és egy tök jó étrend, de én nem a, nem a lesarkosított, és most nem eszünk semmit, meg, meg azért én próbálom nekik mondani, hogy a cukrot kerüljük, fehérlisztet kerüljük, de én azt gondolom, hogy ezek nélkül is egy tök jó étrendet össze lehet rakni. Mi, mit kell még kerülni? Tudjuk a fehér azt tudjuk a cukrot, tudjuk a cukros Ez a kettő, le, kettő legalapvetőbb, ami, ami gátolja a fogyásunkat igazából. Hát alkoholt még. Alkohol? Szóval nem. De ször, ször, az nem, nem, az. Sör, nem a sör ször, az, az szöröz, nem alkohol. Mellette. Az csak sör. Aha. Szóval nem. Nem tudom, valami fontosat akartak kérdezni. Nem tudom. Nem tudom, szerintem a, a, a lányokkal kapcsolatban. Hát ugye nem csak lányok vannak, igazából ö, van ö, nyolcadikos srác is, aki jár hozzám, és például nagyon-nagyon nagy elismerés volt nekem, vagy a kicsit ugye a lelkemnek jól esett, amikor ö, a srácnak van ö, gerincferdülés, is, és, ugye egy picit máshogy kell vele edzeni, célzottabban a háti szakasz megerősítésére. És ö, felhívott az anyukája, és mondta, hogy hát én nem tudja, hogy mit csináltam a srác, de ő úgy ment haza, hogy eddig még sosem, hát mondom, kinyírtam. A szegény, szegény srác még meg is kérdezte a srác az edzésem, az edzés, közös edzésünk első pár percében, hogy Andi, mi van? Nem szoktunk milyen erősen kezdeni. Hát mondom, most ez van. Ordítasz? Nem, nem. Nem ez az ordibálosnak gondollak. Én? Aha. Hát aerobikon igen, ott végig, ott végig nyomom. Tehát ott végig kiabálom. Az összes edzést végigcsinálni ezeken a csoportosokon? A, amikor nincsen versenyfelkészülésem, akkor igen. Ja, mert a versenyfelkészülés az le van írva, és azt kell, azt igen, kell követni. Igen, tehát ott, ott meg van adva, mert ugye ott van egy külön kardió részem, ami kerékpár vagy ellipszis tréner, és az aerobikon mindig vannak lányok, mérik, mérik a kalóriát, ez tök jó, mert azért nekem is egy visszaigazolás, hogy mennyire erőset tartottam. Mondjuk, ha csak egy alakformáló tornádról beszélünk, ami mondjuk ma este volt, ott égettünk ilyen 410 kalóriát. Két sör. Két sör. <laughs> egy tábla csoki. De, és az, az, nekem már nem jó, mert egy versenyfelkészülésben elégettem vele az izmaimat, amit nagy nehézségek árán összeszedek magamra. Aha. Súlyos edzésekkel, és azt ott olyan azért nem csinálhatom. Mert hogy te már jól, jó, jó, tudom, hogy te már neked már olyan súlyokat kell emelni, hogy valami fejlődés történjen, hogy csak na. Nem, vagy ez de én hülyeség. azt mondom, sőt, ez egyébként így is van, tehát lehet itt komfortzónán belül kis súlyokkal edzegetni, de egy igazi fejlődés mindig egy, egy nagy súlyos terhelésektől tud bekövetkezni, és kvázi úgymond az izmosodás is egy nagy súlyos edzésektől tud. Mondjál van néhány, -e, hadd had lessenek a csávok. lessen, mondjál már néhány -e, súlyt. Tudjuk a 200 kiló lábat. Jó. de mit, mit például? <laughs> mit tudom én, azt sem tudom, mi van. Fe te nyomsz, nem nyomsz fekve. Nem, de válból nem. nyomok például. Válból nyomsz, na mit nyomsz válból? 17,5 kiló darabonként, mert ugye Ez a szabad kézusúlyozó... nem, gép, de szabad a gép, és akkor 17,5 kiló. Azt úgy már ezt megnézik, nem? Egyik másik. Néhány ilyen gizda hátra. És én, majd, én, én, még mindig a magas ismétlés számoknál tartok. Tehát, az ö... azt jelenti, hogy sokat csinálsz. Igen, egy 14-es ismétlések, 14-15-ös ismétlések, és ugye szoktam a végére csökkenteni az ismétlés számot, de viszont a súlyt emelem. Úgyhogy a, a vége az lehet a 17 17,5 kilótól több is például. Mi az ideális? Másfél óra, két óra, vagy valaki egész délelőttjüket ott beszélgetik. Igen, a én, a ezt, én ezt el is szoktam mondani. Hát egy ilyen másfél óra az ideális. Akkor még ö, ö, izomépítés van, azon túl pedig lehet ott két óra hosszákat, két és fél, fél órákat eltölteni, de igazából akkor meg katabolizmus van izomleépítés, tehát az nem biztos, hogy használ. Aha. Én azt gondolom, hogy egy jó összetett edzéssel akár egy óra, de egy másfél alatt simán meg lehet. De azt elfejtettük mondani, tényleg emiattam csapongunk a témákba, de azt elfejtettük mondani, hogy, hogy amikor jön hozzád valaki személyedzésre, meg így jön hozzád, meg úgy jön hozzád, hogy igazából ne jöjjön senki, mert távol. van. is van, sajnos igen, sajnos igen. Ez jó dolog is, nagyon-nagyon nehéz nemet mondanom. Tehát kihalással lehet hozzád bekerülni? Hát most jelen pillanatban igen, mert akik vannak, azok nem szeretnének elmenni. Úgyhogy igen. És hát ugye miben van egy főmunkám, ami, ami négy óráig tart, én fél öt, öt órától a terembe vagyok, ugye ott meg kell oldanom a csoportos edzést is, és pénteken, és így azért zárosak a, az időpontjaim, az edzés Terén. És én azért jobban szeretek egy személlyel dolgozni, tehát és nagyon ritka előszokott fordulni természetesen, hogy két embert összerakok, ha például sietek valahova, vagy van egy időpontom valahova, de, de általában egy ember Ezt nálam. Kimész Szelidre augusztus 20-án, és látod, hogy mindenki el van hízva a parton. Foglalkoztat, zavar? Vagy... Az a baj, hogy nem, tehát én elmentem Balatóra is, és ugyanezt láttam ott is. Jó, most helyi témában, de igen. Tehát nagyon, el én nem azt mondom, hízva. hogy el van hízva, hanem inkább nagyon sokan vagy nem mernek foglalkozni vele, mert hogy nem tudják, hogy milyen ez, nem mernek belekezdeni, félek elmenni edzőterembe. Pont ezért csináltuk a, ezt a Buddy Beach-et, hogy lássák azt, hogy, hogy, ez nem egy annyira istentől félő dolog, hogy most akkor ott súlyokat emelgetünk meg, meg miket csinálunk. Traktorkereket Igen, görnek. pörgetünk, igen, 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 hanem ez egy tök jó dolog, és, és tényleg hála a jó égnek most már azt tudom mondani, hogy a nők egyre több létszámmal jelennek meg, nem a csoportosokról beszélek, hanem mondjuk konditermi szinten is. Aha. Mint régebben. Régebben lehet, hogy a barátnőmmel mi ketten ilyen űrlényeknek számítottunk ott, Igen. Mert, mert nagyon kevés nő volt régebben. Mit gondolsz, mi lett az oka? Nem mernek egyébként. Ennyi, ennyi csak? Igen, hogy... szerintem nagyon nem mernek, félnek, hogy, hogy nézik őket, hogy kinézik őket, vagy azt nézik, hogy ők hogy nem sikerül nekik, úgy, ahogy ők mondanák, hogy bénáznak, pedig nem. Nem lehet, hogy, hogy ez, ez, is, lehet azok természetesen, de az, hogy, hogy mondjuk nem voltak glasztandik, akik, akiket mondjuk lehetett követni, hanem csak mondok, hogy Kovács voltak, aztán ahhoz most... Vagy a fiúk. Hát Aha, igen, ez érten. is mondjuk benne van. Hogy Tehát mondjuk egy, egy sokat edző... el is értél, meg lehet is hozzád menni mondjuk tanácsokért. Igen. mégis mégiscsak másabb egy női test, mint egy férfi test, és ahhoz, ahhoz te sokkal jobban hitelesebb vagy tanácsadásban. Igen. mint... próbálok hiteles is maradni, igen. Hát meg Mégiscsak. Igen, mondjuk az biztos, hogy egy nő biztos, hogy szívesebben megy nőhöz, akár magamból is, ha kiindulok. A, nekem ugye ott adott volt, hogy a tanárom az férfi volt, de igen. Tehát így, ha visszagondolok, nekem se volt azért annyira könnyű. Ez tök jó, hogy te, mondjuk te vagy az egyik környékbeli úttörője ennek a dolognak, hogy erre gondoltál már? Mondjuk... Nem, vannak azért még női személyek. Jaj, nem azt gondolom, persze, hát biztos vagyok benne, de, de itt, itt a környékben azért mégiscsak rólad. Tudnia Igen, de ez valószínű, ezt. hogy az eredményeim miatt. Tehát ha én most nem versenyzek, és csak személyedző vagyok, akkor nem biztos, hogy hogy ennyire úgymond keresnének. Esetleg azt, ami szájhagyomány útján terjed, hogy most milyen edzést tartok, vagy milyen csoportos edzéseim vannak, azért tény, hogy az eredményeim elég sok embert megmozgatnak, vagy, vagy oda jönnek föl. Én is én azt gondolom, hogy főleg az, hogy látja, hogy mellé hiteles vagyok és nem, nem, vagyok az, aki mondjuk egy versenyidőszak után 15-20 kiló pluszra rohangál. Ja, mert hogy olyan... Vannak, vannak persze, hogy van. Tehát, hogyha a összekapja magát, amúgy meg annyira nem érdekli. A... Uh, azt, tehát nem, nem egy életformaként éli. Én, én, én próbálom élet... Szerintem legtöbbünk életformaként éli, de, de vannak, akinek nem sikerül. Vagy hát nem elég Mm, kitartó. Vagy nem kitartó, vagy nem sikerül annyira, vagy, vagy átesik egy picit, és utána nagyon nehéz visszatalálni erre az útra egyébként. Mert ha valljuk be, most ott vagyunk 12-16 hetet, és vége a versenynek, és akkor ott minden van. Hát mondjuk én is egy, hét, egy hetet szoktam magamnak adni, hogy akkor ami belefér. Hát de, de jellemző volt a régi sportolókra, emlékszel, hogy olimpikolókra, akik abba hagyták, és utána teljesen. Igen. Is csak van, egy, bontjuk, van bontjuk. egy triceps, nem? Igen. <laughs> hogy így elhíztak miután, most már annyira nem jellemző, vagy én nem nem látok másnak ki. Én azért, ilyen. tehát mivel hogy ott vannak, nekik gondolom ugyanúgy akkor régen is figyelni kellett a kajára, ami a legfontosabb, tehát most tök mindegy, hogy milyen edzést csinálsz, ha nincs egy jól összerakott kajád. Ez a legfontosabb és utána gondolom abba hagyja az élsportot, és akkor onnan tud elszállni az ember egyébként de most, most már nem látok ilyet tehát most már szerintem, szerintem kevesebb 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 kevesebbet akaja te foglalkozol ezzel is nagyon sokat. Van, van, olyan, hogy csak mondjuk valaki azt mondja, hogy szeretnék a kajában tanácsot? Igen, igen van, van. Van lányok egyébként javarészt. Vagy nincs ideje mozogni, vagy nem mer még eljönni. Nincs egy barátnő, tudod, aki... Barátnővel, ahogy barátnővel. együtt pisilni. Igen, ugye hát együtt, igen együtt mi ilyenek vagyunk, tehát barátnővel. Na, nem az mindig hagyjuk kell, ki a barátnőt, semmi és van vannak olyanok, akik csak mondjuk egy, egy diétát kérnek, hogy megpróbálják, hogy milyen. Természetesen. Indulsz e valami versenyen a közeljövőben? Vagy ezt mindig titok. Egy Titok, de terveim vannak. Igen? Igen. igen. De, hát de te el kellene mondanod, hogy most, aki nézi, az be tudja dobni a kalapba egy kis még, Az még kérdéses, hogy tavaszi vagy őszi szezon, mert ugye két, két szezon, szezon van. van. Két szezon van. És azt megelőzi egy négy hónapos felkészülés? Hát igen. Tehát, hogyha te mind a kettő szezonban akarna indulni, akkor az egész éved majdnem egy felkészülés oh, lenne. Talán egyszer volt egy ilyenem, hogy két, vagy kétszer, nem, most nem emlékszem már pontosan, hogy két szezonban is indultam, egy tavaszin és egy őszin. Hát az azért elég kemény, mert ugye mondjuk egy tavaszi szezonnak a versenye van májusban, és én januártól ott van a diétám, stb., és akkor vége a versenynek május vége, van egy június-júliusom, és augusztusban készülnöm kell egy októberi versenyre, Aha. tehát az ott azért nem annyira tehát elég könnyű. csak egy. Mm -hmm. Én úgy érzem, hogy igen, elég csak egy. Mesélned kell a terveidről, hogy a hokedis Studio meg megtolja a bizniszt. Nem akarod? Nem. Miért nem? Mert nem, mert még magam sem tudom, hogy Akkor melyik. Melyi pénz kell -e azt mondja. Hát <laughs> még azt sem tudom, hogy melyik verseny. Aha. Igazából úgyhogy majd meglátjuk. Komoly, nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly verseny. Akkor legalább ezt mond meg, ebből háromból válasz ki. Nagyon komoly, komoly, komoly. <gül> 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 tehát igen, tehát azért uh, biztos, hogy uh, ami, ami úgymond címeket megszereztem, azzal nem egy kisebb versenyen szeretnék indulni. Hanem egy nagyobb igen, a nagyobb, világbajnokság. Hír. Nem, hát Elbén világbajnokság Mocsán. megint csak uh, szerintem, hol is lesz most talán? Nem vagyok benne, Üzbe, nem tudom. Nem Üzbegisztán? Jó, <laughs> hogy sok a falpadós. De lefogalni. nagyon messze van a világbajnokság, és hát mondjuk egy Európa-bajnokság, ha ugyanígy közelben lenne, mint ahogy Szlovákia volt, ezek azért jó versenyek. Aha. Aha. Nagyobb kihívás is, én azt gondolom. Sokkal. Legább azt mondom, hogy mikor lesz ez? Nem tudhatom, Ebb az, az, az Európa-bajnokság az... az tavasszal van. Igen, ja, vagy a tavaszi Tehát vagy az Így össze. van, tehát ugye van a, a tavaszi verseny, főleg a magyar bajnokság az a, az Európa-bajnokságra kvalifikál, az őszi verseny, az őszi magyar bajnokság pedig a világbajnokságra kvalifikál, ez így van. Ha, hát tudom, hát én is tudom, hát hogy ne tudná? Bár hát <laughs> szövetségtől függ, mert a szövetségeknek azért vannak olyan szövetségek is, akiknek például van egy világbajnoksága tavasszal is. Szövetségfüggő, én ugye a VBPF-nél kezdtem el mert a Fit Parádé, mint olyan a VBPF szövetség alá tartozott. Én ott kezdtem el, nekem nagyon szimpatikusak voltak ők, a versenyzőkhöz való hozzáállásuk igazából, és én ott is maradtam. Én nem voltam más szövetség versenye alatt még. Uh -huh. Mikor van az a Fit Parádé, elmegyek egyszer? Október. Ja, hogy ez volt. Ja, persze, most, most, volt, volt a októberben, igen. Most, most a haverom. Igen, igen, igen. igen. még egy utolsó, de érintettük már ezt a témát. Ha, ha, ha nézi, egy, ha nézi egy nő, és, és én nem, 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 fogom így megkérdezni. Kérdezd. Nem kérdezem hogy... meg. Megfogal... Nincs barátnő, aki elkísérje, de megfogalmazódik benne, hogy valamit kezdenie kell ezzel az egésszel, a gyerekek már úton vannak, már óvodások, iskolások, és most már lehetne egy kis idő rá. Hogyan kezdjen neki? Hogy jöjjön el. De tényleg. De valamit még a... mondj, mert az, hogy jöjjön el, akkor mm. hozzá nem tud elmenni, mert már... De a csoportosomra tud. A csoportos el. oké, okay, de ott, ott is valamit, valamit el kell oszlatni bennük, érted? Tehát Igen, az, hogy, tehát az én ezt mindig el is szoktam mondani. Az, mert... hogy jöjjön el, az még nem elég azt kell mondani, hogy gyere, ne fél, Ez szeretlek. így van, de nem foglak kinyírni. <laughs> ja, a kiképzés, jól reklámoztad magad. <laughs> nem, ö, rengetegen ugye rám írnak, megkérdezik, mikor tartom az órámat, milyen az Oké, okay, akkor kimondom, van rajta 20 kiló, fúj, fúj felesleg, felesleg, pontosan Friday volt az <laughs> Akkor lesz. is, akkor is nyugodtan eljöhet, nem fogja senki kinézni. Én azt gondolom, mit fogsz neki mondani az Örülök, hogy eljöttél, -e, és mit mondasz van, neki? és megmondom neki, hogy közel se azt kell neki csinálni, amit a, többiek, hanem egy könnyítettebb verziót neki mindig meg fogok mutatni. Van, van erre is példám, volt egy hölgy, ö, nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt, négy év ezelőtt, szerintem valamilyen táncos óra volt az én edzéseim előtt. A hölgy ott volt, és utána én kezdtem a, a csoportos edzésemet, meglátta, hogy milyen edzést tartok, és mondta, hogy jöhetne el, de ő neki ilyenkor a súlyfeleslege van. Mondtam, hogy nyugodtan gyere, én segíteni fogok neked. Egy év alatt 50 kilót lefogyott. 50 kilót ot lefogyott. Eljött heti szó. Ez tény. Mondjuk azt is mond Pontosan a szegény, hogy hazament és nem kívánta a vacsorát. <laughs> Alig magát, gondolj, de, de tényleg, tehát én azt gondolom, hogy egy, egy nagy adag bátorság, kitartás, de aki rám ír, és aki megismer, tudja, hogy milyen vagyok. És én mindig mondom, hogy nekem van a legjobb csapatom, tehát egy kicsit sem engedem meg a, a széthúzást, vagy én nagyon-nagyon összetartó csapatom szerintem, és befogadnak mindenkit, segítenek az újaknak, de tényleg, tehát a, ha nem csak én, nagyon igyekszem odafigyelni az órámon mindenkire, de ha nem ilyen, akkor a többiek is. Tehát segít segítően állnak mellé. Itt nincsen olyan, hogy ha nem bírja, nem, ha nem bírja, hát megáll, és, és én is mondom neki, hogy nyugodtan állj meg, semmi gond, ülj le. De úgy, lehet... nem maradsz még egy órát majd utána, és ne, büntetésből nem. Hát felüléseket csak óra. csinálsz. Hát csak egy óra, úgyhogy nem tud. Nem, nem, nem. Senkit nem büntetek. kipétel ha sokat beszélnek. Igen? Akkor mi van? Hát akkor tudják. Tehát az akkor mi? hát ugye át kell kiabálnom a hifit, át kell kiabálnom a, 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 úgy az egész mindent. Mondjuk van bent egy 30 lány, és mondjuk ha beszélgetnek, akkor én ugye beszélem, tehát én végig beszélem az órát. 90 százalékban, végig kiabálom, beszélem, számolom, biztatom őket, és uh, amikor hallom, hogy uh, zsörtölődés van mondjuk, vagy kicsit többet beszélgetnek, akkor biztos, hogy én abban hagyom a számolást, de googolunk. Ja, hogy addig akkor a, igen. Googlemény. És akkor tudják, hogy mikor már a, lehet, hogy a 40. né tartunk, hogy <laughs> gonosz is szoktam lenni egy kicsit. <laughs> Kérdez meg a pacal vagy a csülökpörit. Pacal. <gül> pacal. <gül> Igen. Igen? Igen. Azt hitte, hogy ki fog rajtad, nem? Nem, nem fog ki. És ilyenkor még tök jó, mert eszem is úgy, hogy... A víz megmérgez, van egy ilyen... Azt hittem, hogy ez méregtelen, de egy ilyen komment is. Ja, Mérgez. hogy gondolom, bort kéne, vagy pálinkát? Én vagy nem, műttened. tudom, nem tudom, ez, ezek, ezek maradtak ki. Halandó így. vagyok, megmondom őszintén, tehát amikor nincsen versenyfelkészülésem, ugyanúgy megiszok egy pohár bort, vagy ha csajokkal, vagy ha buli van, megiszok egy pálinkát, tehát én nem vagyok ez a fű, hogy én úgy semmit, de tehát csak ö, én tudom, a, a, vannak egy, a, van egy határ, amit én felállítok magamnak, hogy ö, mi az, ami be mozgok. Úgyhogy megeszem a pacát is. Igen? Igen és még imádom. meg is iszol rá egy pohár vörös bort. Vagy egy rozét, azt jobban szeretem. Két árokású. Két árokású munkás. Ás az útszérén, és arra sétál Klaszta Andi. Dani! <laughs> és utána fütyülnek. Szerintem már nem fordulsz meg, mert annyian fütyültek utána. Nem fordulok meg. Nem Ezt fordulsz így, meg? Nem. De hallod, amit mondanak. <laughs> Dani! Igen, ez a minap megtörtént. <laughs> Te mondod el, vagy, én. vagy egyikünk sem. De elmondom, elmondom. vendégségben voltam hivatalos, és Jöttem haza, és beálltam a garázsba, és a garástól gyalogoltam vissza a lakásomig. És ahogy ugye befordultam a sarkon, a nálunk a sarkon lévő kocsmából, a teraszról fütyültek, hát nem fordultam meg. És az hallom, hogy az egyik mondja, hogy hát ez a fitness világ bajnak, vagy nem tudom És hogyha ő befeszítene, és akkor ilyenkor még így direkt megállok, hogy ne lássanak, és így hallgatom, hogy ugyan mit, mit mondanak Mi, még. És mit mondtak? Ne, hát ennyit mondtak utána. befeszítene nála Lehet, nem tudom, csak úgy nagyon poénos volt. Vicces volt. Adi, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, Dani, a meghívást. Köszönöm ezt a beszélgetést. Vicces volt. Remélem, jól érezted jól magad. Jól éreztem magam. Nem kérdezett a Tóth Dani be valami hülyeséget. Nem, nem kérdezett. megkérdezett, majd utána mondd el. Vagy hogyha szerintetek valami hülyeséget kértem, kérdeztem, akkor azt írjátok meg <laughs> kommentbe. Glaszta Andre a Hokedi Stúdió 41. adás. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hogyha segíteni kell, és szponzorokat kell gyűjteni a világbajnoksághoz, akkor gyűjtsünk a Hokedi stúdióba Rendben. szponzorokat a világbajnoksághoz. Köszönöm Én szépen. Én is köszönöm. De Örültem, hogy itt voltál. Köszönöm. Jaj, sziasztok, meg osszátok már meg létsz a videót. Andi miatt, nem a Hokedi stúdió miatt, az Andi miatt. Ciao.